Sziasztok! Én Mice vagyok. Ez itt meg a Lány Simulator, és azt szöltöztem a karakteremmel. Az elmúlt időszakban, durván egy óra, kicsit farmolgattam. Kaptunk ajándékba egy pipit, tehát most már három pipink van. Átköltöztettem onnan ide őket. Elhoztam közbe itt ezt a szállító pótkocsit. És közbe sikerült megcsinálnom még azt a maradék három predátort. Na. Vadászat volt, úgyhogy majd azt a küldetést le is adjuk. Viszont nekünk még lesz, ha jól tudom, három olyan küldetés, amit viszonylag könnyű megcsinálni. Úgyhogy szerintem kezdjük is el azt. Elsősorban szükségünk van, ha jól emlékszem, 60 darab fára. Amihez, nem is kezdek fát vágni. Úgyhogy amint végeztem a favágással, nem folytatjuk. Na, most, hogy végeztünk, elmegyünk először learni a Shooting Predators-os questet, utána elmegyünk a fószerhez, a bácsikához, és leadjuk neki a fát, megcsináljuk a maradék küldetéseket, és akkor elméletileg megvan a 2000, amibe kerül a combine. Jelenleg ez a terv, hogy nagyjából, hogy mennyibe fog kerülni, az mennyit fogunk kapni, az majd ott kiderül. Na jól tudom, ez nem fizet, ez a predátoros, hanem itt csak a puskát kapjuk meg, úgyhogy az annyira nem jó. Viszont... Megvan a puska. És utána folytathatjuk a küldetés sorozatot ugyanúgy. Na, itt is vagyunk. Csókolom. Megvan. Igen, itt csak a... puskát kaptuk meg. Jó, fogjuk meg a nyuszit. Gyere ide, gyere ide, gyere ide. Jó, szépen. Megvan. Jó, ez így 200. Felmenjünk a bácskához, az Nope. A játék nagyon akart, hogy eltaláljam ezt a nyomot. Egy húsi. Ezt ugye lerakjuk egyelőre. Felvesszük tőle ezt a küldet is. Vegyük be azt az egy darab húst. És mehetünk is tovább. És ha jól emlékszem, akkor a bácsika az valahol erre is lakik. Erre lesz. Aha, itt átvágunk. Hopp. Hopp. Hoppa.
Csókolom! Nem kényelmetlen így a szélén ülni a fotelnek? Mondjuk. Ó. Jó. Ez csak egy disztrojlós küldetés. Bontsuk szét. Ezzel végeztünk. Leadjuk nála. Megnézzük, mennyit kapunk. Ahogy van. 400-at. Az remek, már van 1006-unk így. Under. Szerintem pont egy fát hoztam. Igen. Jó, 1009. És még van a trailer delivery. Amikor csak vezetnünk kell a benzinkútig, hogy elhozzunk neki egy kannás kocsit. Benzinkannás, üzemanyagos, tártály. Hogy tetszik? Tártály! Tartálykocsit. Oppa! 3, nem figyeltem. Ki fog fogyni az üzemanyag? Remélem, hogy van még üzemanyag a kannában, mert ez nem fog kitartani. Még van benne, csak én állítottam le. Ezt van, nem én állítottam le. Eddig bírtam. Jó. 200 méterre... nem nyugodtan van benne. Nem így. Ki? Szerintem biztonság kedvéért megtankolni mindent. Nehogy aztán előforduljon még egyszer egy olyan, mint ami előbb is. És meg is érkeztünk a bácsikához. Igaz, hogy kicsit besötétedett, de így jár az, aki le akarja vágni az utat. Kicsit hosszabb lett. A levágott út. Mondjuk a levágásra nem volt semmi baj. Az akadályánál annál inkább. Na, meghoztam ezt is. 120. Pont megvan a 2000. Úgyhogy... ha be tudunk menni, már pedig elméletileg be tudunk menni az autókereskedésbe, el is hozzuk. Itt is vagyunk. Bezárt. Az nem jó. Már csak azért sem, mert aludnunk kell ahhoz, hogy... Jó, mondjuk össze tudom farmolni azt a pár dollárt. Tehát az nem befolyásol most már így. Csak ennyivel is hosszabb maga a végkifejlet. De cserébe kikapcsolnám a lámpákat, elnyomjuk ezt a három tűzi játékot. Hát ez gyönyörű volt. Na, aludjunk egyet. Mi is történt a 86-os levonás, 1915. Jó. Azt felpakoljuk. Hoppá, hoppá. Nincs betöltve.
Betárazott ezt is. Mennyire király lenne, hogyha lehetne növelni benne a fegyverskillt. Egy. Van is már is 3 darab husink, az már 4 husit. Még 4 husit, hogyha levadászunk egy... egy medvét. Akkor meg is van a husi hozzá. És akkor miénk a $200 újra. Jó, nyitva van. Csókolom. Jöttem ezért a drágaságért. Köszönöm szépen. El is lett minden intézve. Lepapíroztatva, biztosítás megkötve. Stb. Stb. Az összes papírmunka. Jó, az elfogyott. Látunk majd újabb palackért, vagy kannáért. És most jön egy fájdalmas pillanat, ugyanis ezzel el kell menni oda, vissza, és learatni. A few moments later. One eternity later. Nos, megtörténik egy gyors aratás, aztán megnézzük, hogy mennyibe fog ez nekünk kerülni. Mennyiért tudjuk eladni. Nem folytatjuk. Nos, ez itt épp, hogy tele nem lett, úgyhogy gyorsan visszaszánkózok a traktorért. És beleöntjük, aztán még azt a kicsit, amit múltkor még elültettünk, vagy elvettünk, az még az is lekerül, és megtöltjük amennyire lehet, megnézzük, hogy mennyire lehet aladni. Nos, a maradék is be lett öntve. A 250, 250, és még maradt ez a 20 egységnyi, 20,3 egységnyi. Nem mondom, az biztosra, hogy kiló. Maradjunk az egységnél.
Nem igazán hiszem, hogy 250 kiló férne csak a pótkocsira. Na, megnézzük, hogy mennyit ér. Úgyhogy a kajásnál tali. Na, egy ilyen nagyon nagy vihar közepette megérkeztünk. Nem sok minden látszódik. Megérkeztünk. Miért nem bírok találni? Egyik leadó helyre. Nem tudom, hogy van-e több is. De nézzük meg, hogy mennyibe kerül. Itt ugye nem fogja kiírni. Viszont maga az ára. Annyiba kerül a 250, mint a... A kombájn ára most visszajött. Ez remek hír. És ugye... jól mondta, hogy 250 egység. Mert 2500-ként tartja nyilván. Annyi napra forgó. Mondjuk 2500 kiló. Lehet benne ráció. Lehet benne ráció. Amondó vagyok, hogy... Ezt én följegyzem. Sunflower 0,8. Jó. Elmentünk. Eladjuk. Mindenképpen eladjuk. De sok. Sötét van. Hideg van. Adsz egy burgert. Nem? Akkor csá. Gyorsan fölmegyünk. Hát, azt nem adom el, inkább tartogatom azt még egy picit. Jó lesz az majd későbbre, ha úgy vesszük. ...600 volt a három darab napraforgó mag, ha jól emlékszem. Ugye? 600 volt. Akkor 1004 rajta a haszon. Az úgy tökéletes szerintem. Jó. Több rajta a haszon. Egy picivel. Azzal a 20 egységnyivel. Na nem baj. Viszont a következő részben innen fogjuk folytatni. Ha nem találkoznánk, akkor kellemes ünnepeket és boldog karácsonyt. Sziasztok!